Az emberek szeretnek olvasni. Lehet, hogy te is szeretsz olvasni. Rengeteg új könyv jelenik meg manapság. Nagyon sokan kezdtek el írni. És egészen természetes, hogy mielőtt az olvasó megvásárol egy könyvet, az iránt érdeklődik, hogy vajon jó-e, érdemese megvásárolni. A kicsoda vagy című könyvemről jelentek már meg visszajelzések amit szeretnék most átadni nektek. Drága Tercsi, megrendeltem a könyvet, már alig várom, hogy megkapjam. Az egyéni tanulás tréninge nyújtott segítséged nélkül ma nem lennék dr. Wagner Elvira. A tréning mindkét napja élénken él bennem, az elsírt könnyek, a teher súlya, amivel érkeztem, és a felismerés felszabadító érzése lehet másképp is. Soha nem tudok elég hálás lenni. Bár csak közelebb lennék hozzád, biztosan az első sorban foglalnék helyet a könyv bemutatódra. István Visszajelzése. Az enyém ma jött meg, nagyon tetszik. Nagyon jó gyakorlatok vannak benne. Marcsi ezt írja. A hétvégén kaptam akinek még nincs meg ez a szuperkönyv, akkor szerezze be magának. Még egyszer gratulárok. Méreható gondolatok. Nagyon tetszett. Liliana, aki először nem akarta megvásárolni a könyvet, végül mégis megtette. Végül mégis megvettem. Még ötven oldal van belőle hátra, és eddig nagyon tetszik. Köszönöm, hogy megírtak. Szilvia így ír a könyvről. Szeretem könyvem lett, abban a pillanatban, mikor kézbe vettem, nem tudom ezt az érzést mi váltotta ki, a megszerzés öröme, esetleg az önajándékozás boldogsága, nem tudom. Egyet azt igen. A megérzésem nem csalt meg. Szeretem, értem. Zoltán levele. Köszönöm az egész éves szeretetteljes munkáját, köszönöm a könyvet. Nekem nagyon-nagyon sokat adott, átlendített nagyon, sok olyan élethelyzeten, ami kilátástalannak tűnt. Az élet szép, és mi még szebbé tudjuk tenni. Köszönöm. Franciska kicsit kusza gondolatokkal írta meg az élményeit a könyvről. Kedves Tercsi, csodálatos gondolatok. Én nem tudok a mélybe ásni, nekem a sebeim nagyon mélyek. Kicsit hasonló cipőben járunk. Olvasom a könyvet. Szívem dobok tőle. Most is, mintha életregényt írnál, az élet értelme. Sokan feltették már a kérdést, mindaddig nem tűnik fel a fájdalmas része, amíg nem történik valami szörnyűség. Olvasom tovább a könyvet, de egyszerre keveset, időnként pár nap szünet, mert olyan helyen hagyom, hogy ne férjek hozzá, valami miatt úgy érzem, szüneteket kell tartanom a témák közt. Rózsa írja. Csodálatos ez a könyv. Apránként tudom olvasni, és nem először. Köszönöm, amiket felébresztettél bennem. Nem kell megfelelnem mindenkinek, főleg már nem magyarázkodom az igazamért, te már negyedik generációkon keresztül ismered közelről családunkat. Lányaimnak, unokámnak sok-sok értékes tanácsot adtál. Sok ilyesmit olvastam, de ez a könyved egy csoda.